Talmas nagy szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt itt az Esport egy YouTube csatornáján. A heti feed második adásában, ugye ez a heti hármasnak a megújult formában történő, hát feldolgozása, vagy igazából a heti hármas helyett most ez van, ezt kell szeretni. Én Loksa Bence Átrajusz vagyok, és itt kuncog már mellettem Sziki, Szikora Márk, szervusz, Sziki, Hello, hogy szia vagy? sziasztok, ez egy reboot. Ez egy reboot. Most, ez a... most minden reboot, meg remake, ez igen, egy reboot. Igen. Ez, a, ez a sikeres, uh, sikeres uh, régi klasszikusnak a rebootja, ami nagyon rossz, igen. mert vagyunk benne. De mondhatnánk azt is, hogy uh, ugye Réka elment életet adni első gyermeküknek, ezért nélkül a szétesett a heti hármas, és mi maradtunk. Igen, ez, ez maradt, ezt kell összekaparni. Igen. Viszont ne is húzzuk tovább a szót, van nagyon-nagyon sok érdekes témánk, mind e-sport, mind pedig a gaming, mind pedig a filmek, sorozatok világából, úgyhogy, úgyhogy vágjunk is bele. Szeretnének megkérni Sziki, hogy a következő öt percben ne szólalj meg. Mert Na. egy olyan téma lesz, ami nagyon jó, Elisi, hiszen ja. elindult, Elisi, Elisi elindult a tavaszi. megy a Kérlek, akartalak kérni, csak hát felrúgnál itt a berendezés. Szóval a tavaszi alapszakasz, alapszakasz, elindult az Elisi 2023-as szezonjában, ugye ez már nem az első, hanem a második ilyen torna, hiszen most már tél-tavasz-nyár van, és hát voltak azért érdekes történések, Részít most félve, van. igen, de az olyan nincs. É, elfelejtették ezt elfelejtették a rajtosok. Ezt, ezt, te tudod. az a lepődök meg, hogy ezt te tudod. <gül> <gül> azért félve, de oda fordulok hozzá, hogy te követted-e az Elisit bármi nem módon. Azon igen. kívül hogy tudod, hogy a fanatik. meglepő módon, igen, egészen addig, amíg a fanatik kinemesen. De nem úgy, hanem most a tavaszit. Ja, most a tavaszit még nem. Hétvégén egyrészt meglepően tapasztaltam, hogy, hogy így van. Mire uh -huh. maradtam arról, hogy ez lesz hétvégén? Úgyhogy hétvégén még nem, nem néztem bele. De ahogy hallom, nem sokról maradtam, nem... Mert... Hát mondjuk azt, hogy az első két nap nem volt rossz, aztán tegnap mi voltunk Loéval az asztalon. és, ez már oszult, azért és nem és, és, és Darci kommentáltak, ami egy nagyon-nagyon jó csapat, csak hát a, a magák a meccsek nem voltak annyira jók. Amit mindenféleképpen szeretnék megosztani veled, az az, hogy 0-3 a fanatik. Igen, látom, hogy jó, sok az, hogy nekem megvan nyitva. 3-0 az SK és a Vitality, tényleg nagyon-nagyon jól játszott. A White amúgy, azt szeretjük a Igen, a vitality most tényleg nagyon főleg, hogy Upsetet ugye ismét, ismét leigazolták, vagyis hát a Vitality-ben először játszik, de visszatér az Elise-be, ami mindenféleképpen üdvözendő, és ő és Bó jelenleg tökéletes KDA-val rendelkeznek, vagyis egyszer sem haltak meg. A Astralis G2, Team BDS a harmadik helyen állnak, hármas holt kettő egyel, ugye utána jön az Excel, Koi, Mad Lions, és végül a Fanatic Team Heretics. Hát a team Team től többet vártunk, a Fanatiktól meg még ennél is kevesebbet, de ennyire nem. De, de ennél jobban nem múlhatták alul magukat. Akkor magyarán pozitívan megleptek, hogy ilyen jó. Igen, egyébként az, hogy, az, hogy nem 55 öt, perc volt a három mesnek a játék ideje, hanem 60 fölé sikerült tolni, az engem meglepett. Egyébként itt lol vannak, akkor várják, hogy szakmai kérdés, itt lol mi dönt pont egyenlőség? Eseté. Mert ugye Cségóban kör arány, de a, hogy itt mi számít. Egymás elleni mérleg. Ja, egymás elleni. Tehát, hogy, az, az egyik miért csapatnak... van fentebb a Fnatic, mint a Heretic. Azért, mert ilyenkor még nem számít, csak a végén, mert most úgy néz ki a tabella, hogy két első, három harmadik, három hatodik és két kilencedik, és ugye, hogy itt mi dönt, ja, értem. A, majd az dönt. De csak szezon végén számít, ugye a legjobb nyolcat nézzük. Úgyhogy de. volt Eliszi a hétvégén, Egyébként nagyon-nagyon jó volt, még akkor is, hogyha a hétfői meccsek azok alakulhattak volna izgalmasabban is lesz megint most az alapszakasz még két szuper hétvégén át, utána megint csoportkör, utána pedig a, a rájátszás, és akkor utána jön az MSI. Ezt tudjátok követni az Esport 2 TV Twitch az Esport egy YouTube-ján, az Esport egy weboldalán, és persze a Loli ahol droppok -ok is várnak rátok. Ezt minden adásban elmondja Loe már a Loemára kis, kis betanult szövegét. Droppok -ok most azért ritkásam, ritkásabban voltak, de télen belehúzott a hogy úgyhogy szerintem, hogy haladunk előre a szezonban, úgy, úgy lesznek majd egyre jobb és szebb kapszulák. Úgyhogy, hogy van Eliszi, nézzétek, te is néznek, nézel valami normális játékot is. Hát, én egyébként mondom, a, a majdnem azt mondtam, hogy de nem, mert téli volt. Hát a téli szezonban belenézegettem meccsekbe. Amikor láttam, hogy te is valami fár vagytok, akár kommentáltak, akár elemzéget, akkor inkább kinyomtam, mert annyira, <laughs> annyira nem tudtam. De, de pürszéket. nagyon szerettem nézni. És hát a fanatik győzelmeket is nagyon szerettem volna, ha lettek Lett volna. volna több mint kettő. Cserébe egyébként Ségóban lekopogom, de úgy, hogy megállják a helyüket. Valorantban megnyerték a lockin. De hát de ne, örülj neki, hogy nyerte. Kedvenc én, játékotban nyerte. Hát, Amíg pénz az a csapatnak, mint a szervezetnek, addig Valorant zene. De történtek még ugye elsporton kívül érdekes hírek. Na. Volt ugye egy, egy jó nagy belelentés áradat a Paradox Interaktívtól, és itt a, legnagyobb, legnagyobb, legérdekesebb az, hogy jön a City Skylines 2. Jó, örülünk jön. neki. Köszönjük szépen. Köszönjük. Majd műsorunk önnek. Én nagyon szeretem annak idején a city Nem mondom, hogy több száz órákat, meg több ezer órákat beletettem, meg, meg agyon moddoltam volna, és hat végig úgy is, de tök jó volt. Főleg ugye azután, hogy a mi volt a, másik? A SimCity. A SimCity Sim az, az, az Sim City az. volt. Tehát ez borzasztó rossz volt. Ahhoz képest a Cities, egyébként szerintem, már bocsánat, de mocsok csúnya volt a City Skylines, tehát egy szerintem bővődület rosszul néz ki. nyilván lehet rajta moddolni, de, de hogy szerintem az alapjáték rendkívül csúnya, de amúgy maga a játék az nagyon-nagyon király. Én emlékszem, hogy egyedül azt moddoltam bele, amikor én viszonylag sokat játszottam cities Cityzzel, hogy Hát ami megnevelte a map méretét, uh -huh. hogy, hogy ilyen kvázi végtelen városokat lehetett Igen, az volt a legnagyobb nem baj. végtelen, de majdnem. Az volt a legnagyobb baj és kritika a játék, hogy azt hiszem csak 81 vagy 82 ilyen, ilyen tile, ja, ilyen ja, terület ja. van, ahova lehet dolgot tenni az egész pályán, és akkor ezt akarták kibővíteni, mert azért, azért lehet tovább terjeszkedni. Én a Sim city vel ami nem volt olyan jó tényleg játszottam nagyon sokat a City Skylines-al már kevesebbet azért mert az túl jó volt és féltem hogy így beszippant az olyan a második második részével már ránézésre nem mert hogy mit lesz hogy ott akarok rakni egy házat meg egy fát meg egy parkot de jó hogy amikor elkezdesz játszani vagy mint a Sims hogy így nem tudod miért hogy így beszippant és ott ragadsz száz órákra Én nagyon várom a kettőt szerintem nagyon király lesz és egyenlően jól néz ki bár azt hiszem ott volt az előzetesen, hogy hát ez nem tükrözi ugye a, a tényleges gameplayt, de azért, hát eltelt nem is tudom hány év az első rész óta, tehát azért illene nem egy 80 as ha... évek belé legós doboz szintjén kinézni a dolognak, mert az első az olyan Még, ha, még ha nem is Unreal Engine 5-ös grafikát várunk, azért, azért valamint meg hát nyilván ennek a játéknak a játékmenet a lényege is nem feltétlen a grafika, de a játékmenetben azért, azért, azért lesznek jó dolgok, például a RAT Infestation, rá, meg a rá, rá az ugye, az magyar fordításra... Magyar fordítását nem azt ismerjük, ugye ez a patkony. Yeah. Uh, tehát, hogy lesznek játékmenetbeli újítások, nyilván csiszolnak, a, csiszolnak az eddig meglévő mechanikákon, és akkor, és akkor így, így elhozzák nekünk hát, a minden, második szép rész. Minden szép, több, minden nagyobb, Verszé. részletesebb. Mint egy második rész. Emellett az még az ugye jelentettek be Crusader Kings Tourzen Tournament. Az is olyan egyébként. egyébként vagy vagy kibővítést. Hónapokra elbírjük, rabolni. Lesznek új játékok is itt a, a Paradox Interactive-tól, a Europa Universalis is kap egy, egy bővítést, lesz egy, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a, ez a Mehavellum. Uh, ez, ez ilyen felsőnézetes, ilyen me megháborús. Igen. És akkor, ha már én a voltam. Mint egy is mi a? Fú, na, nem na. a neve. Mi a From Software-nek a meghes A játék, Armored Core. A, De nem olyan, is mert is ugye is az, az belső az azért, ez nem Ez, 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 stratégia, paradox, de hogy ilyen mehás Ja, értem, értem, értem. És, akkor, és akkor, a mehás paradox játék. A trailer alapján egyébként tök jól néz ki, bár azért abban kevesebb gameplay, gameplay jelen volt, mint ah. sem inkább ez a, ez a dolgok, de, de mindenféleképpen, mindenféleképpen jó lesz. Most ezek egyébként a Cities-nek az árára. Mert azért megmondom őszintén, hogy hát ki tud nyílni a pénztárcám, ha látok egy olyan játékot, de lehet, hogy egy bármennyire szeretem, hogy a Cities 2 én nem adnék 60 eurót. Mm. Hát, Nekem nagyon billegne. Az a baj, hogy ugye nem már... Tudom, hogy, nem tudom, hogy az első rész annak így, hogy jelent meg, szerintem az nem volt 60 euró. Nem szerintem az, az maximum 40-es cím ja. volt, de lehet, hogy még az még 30-as. Hát az a baj, hogy a 60 euró, az lehet, hogy mire kijön a játék, már nem is számít annyira magasnak, mert ugye már ez a 70-80 ja, eurós játék. a 80 euró Skull mellett. Az a Skull meg a 70 eurós Forspoken, vagy az is 80 euró volt, ja, 80 dollár, az amellett nem meg a 60 eurót, csak sajnáljuk egy, egy jó játékra, amár ugye a az az már a szemetes, szemetesben találtak szeméttelepek. Gyorsan be is beválták a fejlesztőit. <síns> igen, beolvasztották magába, igen. ugye a, a anyacik beolvasztotta magába. A génynek. Jön majd még egy játék elvileg jövőre, amit én nem vagyok hajlandó elhinni de ugye a kollégánk 2 de még a idén jön. az nem, az nem, az, de arra nem nem beszélünk, mert ja, olyan játékról nem beszélünk, ami kit érdekel. De nem természetesen jön a Cségó 2 is elvileg idén, de a GTA 6 jöhet oh. őre. De hogy ebbe egy véleménye oh, vagyunk kíván, hogy az nem jön. Tudjuk, hogy a Dávid ugye, a Twelfman kollégánk nagyon szereti a, GTA 5-öt, és nagyon sokat játszik az online, online formájával, és ő, ő ő írta ezt a cikket és az esport egy oldalára, de hogy mi ezt nem hisszük el, egyszerűen. Azt, hogy ő írta, vagy azt, hogy jön a GTA Azt, hogy... Az, hogy ő írta, én elhiszem. Azt el, jó, azt elhiszem, de hogy elvileg tényleg jön 24-ben a, a GTA 6, mert ugye rengeteg plegykát láttunk róla az elmúlt hónapokban. Mert hát, mind megerősítették ilyen líkerek, fejlesztés igen. már nagyon előre haladott állapotban van, biztos fog jönni ez Nem tudom, hogy a, a nagy lík mennyire ő. vetette vissza a munkát hát, ja, a hacker sincs. támadás. Igen, igen. Nyilván az, van, az egy lehet. nagyon korai bild volt, tehát hogy több éves cuccok szivárogtak ide, azért biztos, hogy foglalkoztak vele. Nem tudom, igazából nem is az foglalkoztat, hogy, hogy, mikor jön ki a GTA 6, hanem hogy miért jön ki a GTA 6, meg hogy mennyivel lesz jobb, mint az öt. Férjet és nelség, én nem aláírom meg be is, hogy nem vagyok egy nagy GTA rajongó, ettől függetlenül elismerem mondjuk az eddigi részek sikereit. Bár amik, amik játszottam azon, azok között fel tudok állítani sorrendet, de hogy az öt én nem tudom, hogy mivel kontrászhatnának rá, most attól függetlenül, hogy szebb lesz, meg más lesz a sztori. Meg mondjuk valószínűleg lesz egy beépített RP rendszer, és, és, ez, és ez ennyi lesz a hatodik hogy De miért lesz a már Érted, miért akar mondtad, hogy gondolj bele, hogy a San Andreas 4, 5 és mi változott, más volt a, a setting. Más volt a story, ja. jobb volt a fizika, sokkal hát igen. több dolgot lehetett benne Ez csinálni. képest jobb volt a hard sensor, meg ugye volt egy, egy erős online rész. Igen, mindent felturbóznak, lesz egy jó mm. online, a GTA ha. RB az, az pörögni fog megint, szerintem megint az hogy az öt, mivel ott már vannak kiforrott rendszerek, lesz még egy pár évig, mint amikor a San Andreas és az öt között volt a váltás, az úgy elég lassan történt meg ahhoz képest, hogy a játék milyen, milyen hamar jött ki, vagy hát, hogy évek kellettek, mire a GTA 5-re átköltözött minden rp és még a San Andreas RP is létezik, úgyhogy ennyi lesz. Szerintem nem igazán van szüksége arra a rockstárnak, hogy, hogy megint feltalálja a spanyol viaszt, mert ő is mindenki vinni fogja a hatot, mint az ötöt, mert egyszerűen az szebb biztos, lesz, biztos, biztos, biztos kicsit biztos. csiszoltabbak lesznek a mechanikák, no. és, és ennyi lesz egy új sztori, remélhetőleg egy jó sztori lesz az ötnek, azért nem volt rossz sztoria, hogyha valaki, valaki szereti az ilyen földhöz ragadt tab dolgokat, mert azért ott is történtek. Történtek érdekes. Történtek, történtek. történtek volt, voltak, voltak történések mindenféleképpen, de hogy, de hogy remélhetőleg kijön tényleg a GTA 6, mert most már Rockstar felől illene hallani valamit, azon kívül, hogy GTA 5 online ö, új season passzeket, meg új bővítéseket adnak ki a GTA 5 onlinehoz valami Red Dead del kapcsolatos hír is jól lenne, de ha GTA 6 lesz, akkor a GTA 6 lesz. Na hát de várj, akkor itt most fogadjunk egy sokiban. Igen. Igen. E3-on lesz GTA 6 bejelentés, Igen. info előzetes? Igen. Hát akkor nem fogadunk, mert ugyanaz nem, 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 lesz, nem lesz. 24 ugye azt, <laughs> azt osztotta meg a léker, hogy 24-re tervezik, mindig változik, hogy mikorra, nincsen kőbe vésve, lehet, hogy jön, lehet, hogy nem. Tehát, hogy egy fél lépéssel közelebb kerültünk az igazsághoz is, és ennyi, ennyi történt a GTA 6 tal Jó. nagyjából, mert hogy nagy eget rengető hír az nem jött, csak megint az, hogy talán jön 24-ben, most már picit valószínűbb, mint mondjuk két hete. Figyelj, Cségó 2, hamarabb meg fog jelenni, mint a GTA 6. Igen. Nem. De én lassan hiszek benne, hogy a Half-Life 3 is. Én a... Meg a Scar and Bones a, is. is. Meg <laughs> a Ash's of Creation is. Ash's of hát azt meg a Beyond Good and Evil 2 is. A Beyond, ú, uh, de jó az lesz a nem Beyond. Le, de ez nem jelenik I meg. Nem. Meg a Dead Island 2 is. Az nem lesz olyan a rossz. Dead. Nem lesz nagy dolog, de nem lesz nem, olyan rossz. Igen. Viszont ami ami fix megjelenik, az a az a witcher a harmadik évada. És rossz is az lesz, az lesz még. A... Ja nem, bocsánat. <laughs> de az még nem lesz rossz, mert az még Harry cavill lesz. Eee, jó. Nekem nem csak az volt a bajom vele, meg szerintem a legtöbbeknek nem csak az volt a bajom vele. Bár egyébként hozzáteszem, hogy én élveztem mind a két évadot, meg nem az voltam, aki, aki lepontozt őt bármilyen online felületen, vagy a lepontozta a sorozatot bármilyen online felületen. De hogy már most ugye a harmadik évadról azt mondták, tehát ez konkrétan a a készítők, hogy lesznek benne olyan dolgok, amit sem a könyvekben nem olvastunk, meg a játékokban sem szerepeltek. És hát erre azért mindenki felhúzta a szemüldökét, hogy igen, azt így nem biztos, hogy kéne, mert eddig is az volt jó az első két évadban, amit ismertünk máshol, nem mondjuk a könyvekből csak most, hogy látok élőszereplősbe, amit meg maguktól hozzáírtak, az annyira nem volt jó. És akkor kiemelném azt is, hogy ott volt ugye a, mi volt a, a Blood Origin, Hát az, az sorozat, ami meg ugye egy az egybe az ő kreálmányuk, és semmi ilyen könyv, meg mely képregény, meg semmi nem volt eddig belőle. Hát az meg én nem tudom, oda a sarokba kuporodjék be a Blood <laughs> Origin, és szégyelje össze magát. Tehát, hogy az annyira bűnületesen rossz volt, hogy... És akkor, ez, ez akkor erre most ugye rá arra, hogy a harmadik évadban is lesz... Igen, ez volt a legnagyobb kritika. félek. Hogy, hogy eltérnek Bola a lesznek, source ja. Elvileg a szerzőnek a, a második regényén, vagy hát a Witcher szagának a második regényén, a Time of Contempten alapul majd a harmadik évad, de ugye az, amit mondtál, az igaz. Visszatér az összes szereplő, ebben az évadban még Henry Cavill is, negyedik évadtól ja. váltja majd őt le Liam Hemsworth, azt majd meglátjuk, milyen lesz, de ugye soha nem a szereplőkkel volt feltétlen a baj, Igen. még akkor is, Sőt, hogyha az az ott eltértek a, a könyvből, mert hogy vannak olyan szereplők, akik máshogy néznek ki, más az indítatásuk, máshogy kerülnek a történetbe, más kapcsolataik vannak más szereplőkkel, de hogy ez nem is volt a baj, az volt a baj, hogy az alapsztoritól eltértek, meglátjuk, hogy mennyire térnek el a Time of Contempt-től. Hát én félek tőle nagyon. Most ugye hogy van, azt hiszem év végére, nem, bocsánat, nyárra. Úgy van, hogy nyár a, a leg, korábbi megjelenési Igen. dátum, elvileg augusztus lehet az, amikor ja. amikor kijön, de meglátjuk azért, azért azért volt már olyan, hogy csúszott valami. Meglátjuk, már szerintem már most nekik azért egyre jobban kell majd azt nézni, hogy milyen közegbe jön majd, mert ha mondjuk betalálnak egy egy ő betalálnának egy ő csúsztának és betalálnának egy őszi Star Wars sorozatot akkor lehet hogy annyira nem érné meg mondjuk egy egy manapság menő is a csapból is tényleg Star Wars folyik időszakra betenni ők, egy olyan Witcher 3-at amit már a feleközösség így azt mondja hogy eh nem biztos hogy kell ez nekünk. Ha már Star Wars akkor töröltek töröltek három. Ha már Star Wars akkor Star Trek legutóbbi részét nem. Meg a Betülszár <Töröltek. Star> Galaktikában. Betülszár az de jó sorozat volt. <laughs> Amúgy az, az eleje jó volt, mert a közepe, a vége nekem se tetszett, de hogy a lukács film törölt jó pár Hála az Star jó Wars, Wars végre. sorozatot. És amikor ezt a hírt meghallottuk itt, itt az e egy szerkesztőségében, akkor nagyjából mindenkinek az volt a reakciója, mint Szikinek, pedig te nagyon-nagyon szereted a Star, a Star Wars, én nagyon-nagyon nem szeretem a Star Wars, igen, de? és mégis egyetértésre egyet jutottunk ezzel kapcsolatban, mert hogy a Mandalorian-en, a Bad Batch-en, a rogue -on, meg az Andoron kívül az elmúlt évek Star Wars hozománya az azért, az azért gyenge vagy egyenesen rossz. Hát, hogy ugye, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ami sorozat, és akkor a szabályt erősítő kivétel a rogue One, az, igen. az mind kuka. Tehát azért, amit az új trilógia művelt, azt én nagyon tudtam szeretni annak idején az előzeteseket meg még egész jól szórakoztam a hetedik részen, de, de egyébként egy pár hónapja tavaly ősszel, és azt hiszem, tavaly ősszel, vagy tavaly télen, valahogy újra néztem a, mind a három legutóbbi részt, és így, te atya nem, nem, semmilyen szinten nem tudom értékelni egyik filmet se. Még a hetedik rész a nosztalgia miatt, a többi, azt még egy picit aláírom. De egyébként szerintem a, a Disney-nél van a, a titok nyitja, mert ugye most a, a Marvel-nél is azt mondták, meg azt játszák, hogy látták azt, hogy ugye phase 4 az olyan fogadtatást kapott, amilyet, és akkor most azt mondták, hogy a, a mennyiség helyett picit a minőségre kéne igen, igen. rakni a hangsúlyt, és hát a Star Wars film meg is olyan, hogy igazából 6-5-6 éve nem nagyon volt, hogy a Star Wars film, Valószínűleg nem véletlen, tehát ők is látták nyilván, hogy milyen fogadhatás. Attól függetlenül hogy egy anyagi siker volt mind a három. 17-es volt a Rise of Skywalker. De hogy milyen fogadhatása volt, és szerintem ott is látták, hogy nem felétlen kéne tetni, mert ugye sok-sok Star Wars, sok-sok, be volt jelentve jó pár Star Wars film, amiből most elmondták, hogy kettőt töröltek. Az egyik az ugye... Rogue Squadron volt, a, a 25-ös. Igen, azt, azt, lehet itt is elvileg tudni, hogy igen, tehát ez a Rogue Squadron meg, hogy kirendezi. A másik pedig Fajinak volt, azt hiszem a... Igen, hogy ő is, a Kevin Feige is, fiam, és erre annyit tudtunk csak, hogy, hogy hozzákapcsolódik, de hogy igen. És van. akkor, hogy ő, ő váltja, ő váltja ja. Catherine Kennedy-t, majd volt ilyen pletyka, és aztán végül az nem. És akkor most ott vagyunk, hogy nincsenek, törölték a projekteket, nincsenek projektek, de hogy rendezők sincsenek. Nagyon ugye Ryan Johnson volt az, akit szeretett volna megtartani. Nem, uh, nem, nem, uh, nem. Azért, azért... A a Knives Out sorozat, amit most ő csinál, az jó. jó de a második em... nem volt olyan erős, mint az első, jó. de az is jó volt. A Tehát tud ő rendezni, meg tud ő filmeket csinálni, csak a Star Wars. Csak ötletterén ne szóljon bele a, a Star wars nem 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 be van, le, mert ami az, az utolsó Jedi volt, a remek úgy, jöttem ki mozikból öcsémmel, hogy ne, nem. Ryan Johnson ne kerüljön Star Wars rébe, mert nem tudom, és hogy ha itt most néz minket, akkor szeretünk, imádunk, bármi, légy szíves, ne rendeztál rossz köszönjük. A Benoit Blank filmek azok jók. Szépen szépen és és akkor, és akkor De egyébként, hogy tehát hogy no offense, én ellennék sorozatokkal. Hmm. Nekem nem felét lehiányzik, hogy legyen ezt a jó hozzáadott érték, meg mozi, ugye mozi minőség áll, meg megnéz egy stb., nagy kép, nagy hang, stb. De hogy én ettől tökre ellennék, hogyha ha folytatják a minőségi sorozatgyártást. Ott is azért az obi már azt éreztem, hogy hú ez nagyon töltelék, és csak azért van, hogy legyen valami. De, de, de ha nekem azt mondanák, hogy gyerekek, most nem tervezünk Star Wars filmen, mert nincs ötletünk rá, hogy hogy valósítsuk meg azt olyan formában, hogy nektek tetszen, meg bejöjjön, akkor nincs. Akkor csinálják azokat a sorozatokat, amit már látjuk, hogy működik. Én az azotokra mondom. Hogy... Szerinted? És akkor most itt, itt spoilermentesen Na. kérlek, a következő témákra kell haladjunk, hiszen az időnk az fogy. Last of Us sorozat. Ajaj, spoilermentesen? Spoilermentesen az utolsó. Nyilván nem... Uh, nem, nem 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 az utolsó részről akarunk beszélni de hogy az, az tény, hogy rekordokat döntöget, és szerintem már az össznézettség a sorozatnak le is hagyta a sárkányok házát. Most hagyta az utolsó jó. résszel. Mert ugye az volt a nagy párhuzam, hogy hát a másik legnézettebb ö, első rész, vagy nyitó rész volt a The Last of az első része, csak a sárkányok háza először, de ő nagyon, tehát duplázta a számát. Most viszont az össznézettségét azt, azt meg tudta dönteni, és hát a, a Last of Us sorozat eszméletlen sikerei. Ugye kaptunk is arról hírt, hogy a a, a következő etapját a sztorinak, azt, azt majd két évadban fogják feldolgozni. Jaj, ja, ja. is úgy, helyes, hogy én, helyes, én, helyes. én örültem volna, hogyha, a, az e, hogyha ezt, a, ezt a részét a, a történetek, ugye Joel és Eli történetének azt is két Ez is évadban dolgozzák. De én négy évadosnak szerettem volna, ugye ezt egy előző heti hármas, ad, akkor még heti hármas adásban el is mondtam, de akkor. Úgy látszik, hogy három évados. Szerintem akciófilmesebb akció lett volna, ha ezt elnyújtják két e évadra, viszont a második rész az tényleg olyan, hogy az, az a bőven belefér, Uh, és igen, 20 lány, szóval, spoiler mentesem, ugye. Nem szabad, nem a szabad. A felvétel ugye? időpontja az képes, tegnap este néztem meg ugye a befejező részt, és tényleg nem akarok ezt valahogy Én sem láttam, úgy, hogy... Fé, Én mondom, én törődelmesen bevallom, hogy azért jó pár rész volt, amit úgy megkönnyeztem a kis monitorom előtt, hál' Istennek egy egyedül élek, úgyhogy nem látta senki. Azért most elmondod mindenki. Igen, de most mindenkinek elmondom, úgyhogy egész nyugodtan én nagyon-nagyon imádtam. Pedig pontosan tudtam, hogy mi fog benne történni, pontosan tudtam, hogy milyen ívet ír majd le a sztori, meg a szereplők, mert nagyon szeretem a játékokat is. De, de engem nagyon megvet kilóra, tehát minden egyes percével a, a kritizált pillanatokkal is. Ettől függetlenül nekem is, tehát nem azt mondom, hogy elvakultan imádom minden percét, mert van, én is bele kötni. A, például ugye a játék DLC-t feldolgozó epizód, ami a 7.-8. volt, már nem is tudom, ugye a Left Behind az nekem is, vagy nekem az, az picit olyan az a hiányos volt, meg rövid, volt. igen, hozzáteszem, hogy szerintem ott a játékban a DLC is nekem hiányos volt és rövid, tehát hogy nekem picit olyan befejezetlennek tűnt. A, rész, a ugye a sorozat rész pedig az dolgozta fel, az nekem is olyan volt, de ettől függetlenül én most én aláírom, tehát bárkinek aláírnám, hogyha a, a Blahán ott kellene gyűjteni a kis papírokon a izéket, hogy szerintem minden idők legjobb videójáték feldolgozása. És, és mindenki rájönne, hogy az a, igen, nem, de hogy nagyon, nem. És nagyon várjuk a folytatást. Viszont nagyon nem lennék a, a többi producer, készítő, showrunner, rendező, stúdió, akármi helyében. Mert innentől kezdve bármi, ami videójáték alapokat dolgoz fel, az ehhez lesz hasonlítva. És nem ezt megugorani, hanem csak ezt a szintet elérni piszok nehéz lesz. Hát most például hogy ugye gondolok itt arra, hogy a Nexus csinál mondjuk egy Gears of War filmet, Hát én azt of Us is azt mondtam volna, hogy minek. És egy Last of Us után is azt fogják mondani, hogy jó, csináltak egy ilyen össze-vissza fantasy lövöldözés akció cuccot. Jó, csinálják. Igen, eddig az volt, hogy, a, hogy az élőszereplős feldolgozások azok, azok, annyira nem jók, de animációban meg nagyon erősek, Milyen mert ott volt az, az, árk, az, árként meg a Cyberpunk Edge Runners. De most már az azon hogy tényleg, ha élő szereplős videójáték feldolgozást akarsz csinálni, akkor itt van a Last of Us, aminek most ugye megdöntötte az előző rész a, a nézettségi rekordot, de szerintem ez a, Mindjárt. ez a rész is majd, ha eltelik egy pár nap, akkor, akkor ez lesz a legnézettebb rész az utolsó. Még én is láttam, hogy én is adok ahhoz a statisztikához. Na hát akkor, <síns> akkor énnek... Ne? Az, az, volt a kilencedik rész. <síns> <síns> egyébként nagyon örülök, hogy a, a, trónok harcát, vagy a sárkányok házát lehagyta, mert úgy egyébként ezért rájöttem már hetekkel ezelőtt, hogy én magamra haragítok mindenkit, aki itt néz minket, meghallgat minket. Tehát, hogy én szívből gyűröm a Trónok harcát, a könyveket és a sorozatot is. Úgyhogy kifejezetten örültem, hogy lenyomta a The Last of Us. És akkor most lehet kövezni. És akkor most lehet, és akkor kommentbe. Kommentbe lehet jönni, hogy miért mondjak le. Death threat kell küldeni Szikinek ez a feladata a mai heti feed Meg ami nekünk lesz feladat majd szeptemberben, az az, hogy kiveszünk egy az biztos. Én hónap szabadságot, és én leülünk starfieldezni, <laughs> és bár én is nagyon szeretem a Bethesda játékait, uh, sajnos be kell valljam, hogy közel sem annyira, mint te, de hogy bejelentették a starfield és, és, szeptemberben jön. Én nagyon szeretem a Bethesda tudszét, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de most ami, ami, mondjuk engem annyira nem is fogott meg személy szerint, azt is általán ismerni nekem például ilyen a, a a modern Doom játékok, tök jó, meg, meg el is van, minőség, meg, meg szerintem érdekesen feldolgozták ugye az eredeti 90, nem is tudom, hanyas sztorikat. De hogy engem az annyira nem fogott meg, viszont az RPG cuccaik az azok, mindig is, az, uh -huh. az Elder scrolls én nagyon szerettem. Én nagyon szeretem a, a ugye a modern Fallout részeket, és amióta megvették hozzá a jogokat. A Starfield meg, hát én ugye annak szoktam csúfolni, csúfolni, hogy ez a Skyrim, de legyen az legyen nekem az. ha csak azt hozza mint a Skyrim mi mindig ott tartunk hogy egy 12 éves játék is zseniális én már elégedett leszek vele de hát ugye az ígéretek szerint ez azért jó a több lesz ebből ezt nagyobb lesz mint a Skyrim és nekem egyetlen egy, vagy nem csak egyetlen, de egy dolog volt, ami igazán tetszeti az utóbbi hetekben, ugye Egyébként legtöbbször csak ugye az előzetesöket látjuk, de ilyen a podcastokban felszoktak tűnni a készítők, meg a stúdió igazgató is. És ott mondták el például, hogy sokan kritizálták, meg kérdezték tőlük, hogy a, a No Man's Sky estéből tanulva mi lesz a, a, procedurálisan generált mappokkal, meg bolygókkal, mert hogy ott, ott azért nem úgy működött, ahogy, ahogy kellett igen, volna. Igen. És akkor erről ugye azt mondták, hogy bár ö, náluk is ez lesz a helyzet, hogy random generálja a, a bolygókat, ugye a játék, de minden egyes bolygóról lesz egy fix, hát egy, egy, egy alap, egy olyan fix terület, ami tartalmaz a bolygóra jellemző faunának a stílusát, stb. stb., az építészeti stílust, a, hogyha van ott élet, akkor annak a megjelenését, bármit, ami arra a bolygóra jellemző azt ők megalkotják egyesével, minden egyes bolygóra, az egy pici alapot ad majd a rendszernek, és utána azt tovább gondolva bővíti ki azt mondjuk egy pici területet egy egész nagy bolygóval. És szerintem ez tök járható, és ugye azt is elmondták, hogy nem lesz az, mint a No Man's Sky-nál, hogy valami... 10 millió milliárd. Igen, a csillagot az volt, képes tényleg generálni, az univerzum? Nem, hogy itt egy ilyen ezer bolygónál körülbelül megállnak, ami így is végtelen játékidő, de hogy az az ezer körüli bolygó az olyan lesz, hogy ott mindegyik fog tartalmazni kézzel és a fejlesztők által megalkotott elemeket, és utána a rendszer majd azt tovább gondolva, meg kibővítve alkotja meg a teljes bolygót. Szerintem ez nagyon-nagyon jó lesz, meg hihetetlen. Ja, és bocsánat, még egy érdekesség, amiről azt már láttam, hogy mennek viták, de. Nem tudom, nekem bejön, hogy ugye nem, nem ez a csili nagyon elszállt skifi. Nem ilyen low-low. No, lo. Igen, hogy ilyen picit ilyen reálisabb. Igen, ugye igen. nincs nincsek eltúlozva a színek, nem Star Wars elrepednek elrepkednek a halálcsillagok mindenfelé a galaxisban. Szóval hogy nekem ez adja, én nagyon-nagyon várom, és igen, szeptember 6-ra mondták? Szeptember 6, és ugye ja. június 11-én lesz az Xbox Game Show, ja, és, igen. és akkor ott kapunk majd elvileg öm, szélesebb, meg mélyebb belelátást a Starfieldbe. Most kaptunk egy ilyen launch date announcement egy, egy trailert, ami ami egyébként tök jó, de hogy mi mindig nem láttunk sokat a játékból, nem, ezeken nem, az elmondásokon nem, kívül, de látni nem. még nem láttuk, úgyhogy már június 11-ére kell fizet, figyelni, meg szeptember 6-án kell fizetni, ugye PC-n, <laughs> uh, Xbox-on. Úristen, és micsoda egy profi átkötés, <laughs> wow, wow. Ez vagyok, ez én vagyok. Uh, ugye PS-re nem jelentették még be, meg nem is gondolom, hogy jönni fog, mert ez nagyon Microsoft, de mindig ott Igen. van a kisebb remény, hogy... Hát most a nem kodos, az kodos vita nem biztos, hogy annyira kedvezének nekik egy nem, ilyen, nem, gondolom, hogy, nem gondolom, hogy nagyon nagy barátok lennének Igen. most a, a Sony-nál, meg a Microsoft-nál, a PS-nél, meg az Xbox PC-nél. Ja, tehát azt még szerintem azért fontos kiemelni, hogy bár ugye cáfoljanak ránk a fejlesztők, és legyen ez, ezúttal minden tökéletes, de hogy azért ne, ne várjunk tökéletes sápad, milyen szép szó is, szó is, De hogy ezt ki, ne arra is kimondanád, kérlek, megyek ezt. ki, bocsánat, hát már nem tudok beszélni, na mindegy. Szóval hogy ne várjunk tökéletes technikai állapotot, mert hogy bármennyire is gáz vagy nem gáz a betes, de sose tudta ezt meglépni. Tehát minden egyes játék úgy indult, hogy technikai szinten köpedelem volt, és akkor le kell tenni egy hónapnak, mire játszható évnek. lett. Skyrim-ban voltak olyan Green Baking bugok, -ok, amik évekkel később lettek kipecselve. Erre kíváncsi lezzetek, hogy hogy oldják meg. De, és akkor ez a zárszó bethesdával meg az egész heti feeddel, mm. de a Bethesda játékai, és gondoljunk a Skyrimre oblivionra, de még a morrowind és meg a Fallout játékokra, a bugok -ok azok inkább szerethetővé teszik, és ezek olyan bugok, amitől, amitől mondjuk skyrim nem tudom, így mész fel a falon a lóval, és hogy az nem feltétlen feature-nek akarták, de hogy végül feature lett, Igen. meg hát ugye a modulatóság az mindig ott lesz, és kiavítja azokat a gamebreaking dolgokat, úgyhogy szerintem a Starfield-el kapcsolatban sem kell aggódni, majd szeptemberben kollektíven kivesz a magyar gaming világ egy, egy... Hát az ország, persze. megy, elnépte az utcák, mindenki bevásárol wc-papírból, meg kell. De kultúból, most, most élvezzük, persze, most élvezzük. Egy hónapig mindenki starfield ezért fog, tali a szervereket. Tal <laughs> tali a multiplayer részben, nem is de. tudom, hogy lesz-e, de Skyrim-be is megoldották moddal. Nem, Amúgy az jó kérdés, én nem tudok róla, hogy beszéltek-e már róla, nem hogy hiszem, bármi hogy lesz, szinten, de majd a modding -mod community megoldja. Hát figyelj, most ez egy tök új IP, szerintem örülni kell neki, és hogyha sikeres lesz, akkor mondhatják azt, hogy na gyerekek, akkor mondjuk ebből csinálhatunk, hogy te múlva egy M Például. Majd a közeljövőben. Ami ugye még tök új IP, az a heti feed, aminek most a második részének végéhez értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok uh, velem és Szikivel, és hát kommentbe várjuk azt ugye, hogy Sziki a trónok harca mi, igen, hogy Miért a trónok Miért kövessen, el, kövessen miatt? el maga ellen. Miért vagyok hülye a, a ami, igen, a GTA, igen, Igen, igen a Star Wars miatt miért miatt? vagyunk mindketten hülyék? Ja, hát a Star Wars miatt hát, Meg hogy mennyire várjátok a Starfieldet, és azt is nagyon-nagyon várjuk, hogy mi a véleményetek az új műsorról, miben tudnánk jobbak lenni, milyen témákra lennétek még kíváncsiak így az elmúlt hetekben, vagy hát mit érinthetnénk jobban, legyen több e-sport, vagy több filmes tartalom, esetleg még több gaming. Azt mondani, hogy én ne legyek. Igen, azt mondjuk annak én és is örülnék, úgyhogy ezt nyugodtan írjátok le. Valamint, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel az Esport egy YouTube csatornájára, lájkoljátok a videót, és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy első kézből értesülhessetek a heti feed és az Esport egy podcast, valamint a többi tartalmunknak a felkerüléséről. Utolsó szó Jogán Sziki, mielőtt ugye kivezetünk, mert hát azért mondtál megint olyan dolgokat. A The Last of Us jobb, mint a trónok harca, köszönöm. Jó, ez, ezzel egyet tudok érteni, bár az árkénnél legjobb, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és sziasztok, jövő találkozunk. Eló, sziasztok!